Jó estét kívánok, kedves nézők! A Weekend második részét látják. Még nem vagyunk csípős hangulatban, de egyébként abban lehetünk pillanatokon belül, hiszen Matolcsi Kovács Dorottya a Csodaszertárból nagyon-nagyon különleges dolgokkal érkezett ide a Weekend stúdiójába. Hát egy kicsit, hogy is mondjam, ilyen off-szerbe csomagoltad ezt a bizonyos különleges dolgot, hiszen hihetetlenül csípős paprikákat, chili paprikákat hoztál? Így van, igen. Üdvözöllek Magda Ismét és a nézőket is. Igen, tehát elhoztam azokat a chiliket, amelyekből ugye a chili paprika evőverseny volt október 27-én nálunk. Igen, tehát ezek sorrendben így feléd erősödnek. Te már ismered, úgyhogy... Igen. Na, akkor egy picit beszélgessünk arról, hogy ugye nálatok a Csodaszertárban sok különleges dolog van, nagyon finomak, nagyon szépek, és maga a Csodaszertár is tényleg egy csoda, jó oda betérni, hiszen az ember úgy érzi, mintha hazamenne. És talán ezt a fajta a dolgot, amit itt most a chili evő versenyben hirdettetek, érdemes lenne másféle ételtípusokra, vagy italokra is akár kiterjeszteni. Most viszont talán a legbátrabbakat imitáltátok erre a küzdelemre. Majd én is beszámolok arról, hogy milyen tapasztalataim vannak a ti paprikáitokkal, de egyáltalán hogy jött ez az ötlet, hogy chili evő versenyt hirdessetek? Igen, az ötlet az úgy jött, hogy ugye gyakorlatilag nyitás óta van egy chili partnerünk, aki chili szószokat gyárt, ő saját maga termeli meg hozzá a chili paprikákat. Ugye gyakorlatilag havonta találkozunk ugye árufeltöltés miatt, hol ő hozza, hol mi megyünk el hozzá. Elmentünk hozzá, és csak így megemlítette, hogy ugye Budapesten volt már egy ilyen verseny, és hogy megkérdeztem tőle, hogy milyenek a feltétele, és azt mondta, hogy az, hogy adja a paprikát. És akkor nem a szósz, hanem a rendes paprikát. Egy csomáig meg kellett tenni ezeket az erős csiliket. És akkor ezt meghirdettétek, gondolom, igen, a közösségi oldalon. Így van, igen, én izgultam, mert gyakorlatilag egy hetünk volt rá, mert ugye utána már leérettek a paprikák, és akkor már ennek úgy vége. De addig, amíg a fővárosban 3 jelentkező volt, nálunk 6 induló volt, amire különböző. Csak férfiak jelentkeztek? Nem volt egy hölgy is. Érdekes ez, mert ugye általában ez olyan erős, férfias, bátor dolog, hogy csípőssé kell tenni az ételeinket. Viszont ugye a csípős íznek nagyon-nagyon sok jótékony hatása van. Tehát egyrészt feltüzeli valóban a szervezetet, ilyenkor télen is nagyon jó. Nyáron, amikor megizzaszt egy jó csípős húsleves, annak is van áldásos hatása, és állítólag nagyon jó például az ízületi bántalmakra, igen, hogyha az ember... rengeteg így van a szervezetre gyakorolt jótékony hatása, így ahogy mondod, meg nagyon jól erősíti az immunrendszert, és ugye ősszel, télen ez fontos. Közben, amíg beszélgetünk, megteszed, hogy kesztyűs kézzel bár, de kiveszel egy paprikát? Mert hogy ugye ezek tényleg annyira csípnek, hogy nem csak megenni, vagy megkóstolni kockázatos. Hát én megfogom a csumáját, de egyébként kesztyűbe is szedik. Aha. Ő volt a legelső. Ugye ez egy sorozatevő verseny volt nálunk, azt még el kell, hogy mondjam, hogy vagy mennyiségi evés verseny van, amikor ugye kapnak, és minél többet kell adott idő alatt. Ez viszont úgy volt, hogy ugye 4 chili, a 4 legerősebb chili, és percenként kapták a versenyzők a paprikát, sem enni, sem folyadékot fogyasztani nem volt közben szabad, és az utolsó chili elfogyasztása után még 1 percig nem nyúlhatnak a tejért. Mert hogy tejet kell utána inni? Igen, tejet. És mi ennek az oka? Hát igazából ugye azzal így megpróbálják szerintem így semlegesíteni, vagy egy kicsit. Én úgy hallottam, hogy valami zsíros dolgot, hát, vagy vajat például. Meg előtte is volt olyan versenyző, aki úgy érkezett, hogy mondta, hogy evett ilyen zsíros dolgokat. Na hát mi volt a reakció? Számítottatok arra, ami ott történt? Nagyon tragikus volt, vagy inkább tragikomikus? De hát igen, ahogy végül is a nyertesünk fogalmazott, tehát hogy mindenkinek csorgott a könnye, valakinek a nevetéstől, valakinek a csilitől. De egy fantasztikus hangulat volt egyébként, ugye a 6 indulóból gyakorlatilag úgy volt, hogy az első chili után egy ember esett ki, tehát hozzányúlt, ugye a tejhez az kizárással járt, a második chili után 2,
hárman, és akkor így maradt versenyben a hölgy, illetve a Frank, aki végül nyert. Azt el kell, hogy mondjam, hogy végül a negyediket már senki nem ette meg, de mi akkor is úgy éreztük, hogy volt nyertes. Az azért, mert ez annyira brutál erős. Hát az nagyon brutál, ugye az a Carolina Reaper, ami leginkább hozzád van most közel. Ennek más egyébként. Figyelj, vegy, én, ha hagysz egy kesztyűt, akkor én fölveszem, de csak azért, hogy meg tudjuk most mutatni a nézőknek, hogy... De ezzel meg tudod, vagy ha a csumáját megfogod, akkor annyira figyelj, mindegy, ha veszni kell, veszni kell, a nézőket bármit. Igazából ez úgy van, hogy jaj, nagyon kis van cuki. Ez az úgynevezett Covid skála, ami a kapszaicin nevű anyag, amitől ugye a paprikát csípnek, és ennek az erősségét mérik ezen a skálán, ami persze eléggé pontatlan, mert ugye emberi érzékelés az alapja, tehát ugye... Tehát összehasonlítjuk. Ez a kis gyengus. Ő a gyengus, ő meg a... Milyen érdekes, az ember azt hinné, hogy minél pirosabb, annál brutálisabb, de nem, tehát nem. Kedves nézők, ez itt az életveszélyes, ezzel lehet... Igen, ő 2 millió 2-es ezen a bizonyos skálán, most utána néztem, mielőtt jöttem hozzád. Azt hittem ennyit ér, mert akkor nem. Most nekem gyorsan haza kell mennem. A könygáz az 2 millió. Hát nem semmi, és ő? Ő pedig 850. Egy ilyen paprika, mondjuk egy ilyen gulyáságyúba téve még mindig borzalmasan erős csípést eredményezne? Vagy ez mondjuk elég egy családi gulyáshoz? Ez rengeteg gulyáshoz elég, Magda. Tehát ez borzasztó. Mi utána így próbáltuk meg kóstolni, tehát ilyen, tényleg ilyen hangyányit metszettünk le belőle, és nagyon durva. Most akkor egyébként ezekből készíti akkor a termelő azokat a bizonyos szószokat, amiket nálatok meg lehet venni. Nagyon érdekes neveik vannak, ezt mondd már, én nem bírom megjegyezni, csak azt, ami nekem van otthon, majd beszámolok róla. Igen, a Magyar Virtus Chili Kollekció, ami szerintem egy fantasztikus elnevezés, hogy te is mondod, és akkor van neki gyakorlatilag azt hiszem 11 szósz, vagy már a 12. az, amit te elvittél. Most így hirtelen ebben megbuktam. Én azt hittem, hogy nem ez a legerősebb egyébként. De te a legerősebbet vitted el, igen, ami egyébként ebből a kettőből van. Tehát a jelenleg regnáló legerősebb csilikből készül, a kegyes halál. A kegyes halál, így van. Hát figyelj, azt hittem, hogy ez egy jól hangzó cím. Gyakorlatilag egy kis mokkáskanálnak a hegyére tett, vagy a körülbelül annyi mennyiséget, egy tányér levesbe. Sok. Elmondom, hogy mi történt, tehát fájt a nyelvem, tehát egyszerűen nem tudtam, hogy sírjak, most tegyek vajat kanállal, de hát gondoltam, hogy csak nem hallok bele, és jó pár percig tart ez a hatás, viszont tényleg nagyon ízletes, de és már az illata finom. Na, is örülök, finom. Örülök, hogyha ezt mondtad, egyébként nagyon finom, igen, tehát ezekben a szószokban az a nagyszerű, hogy mindegyiknek különleges ízvilága van. Ugye kezdődik a barbecue-tól, jön az aranyszarvas, amit például vadakhoz ajánl, akkor van neki olyan, hogy 424, ugye a mozdonyról kapta a nevét, ez egy füstölt, van a zöld felső, ami zöld csili, zöld paradicsom kombinációja, és ugye van az Attila, ugye a nagy magyar hunvezér, akiről ugye elnevezte, és ez egy világbajnok csili szósz, azt kell tudni, 2015-ben a világon a legjobb csili volt. Ugye, ha az ember azt meghallja, hogy chili, akkor Mexikóra asszociál, és ehhez képest ezek szerint mi magyarok ebben is világbajnokok vagyunk. Nem is tudom, azt hallottam, hogy bizonyos paprikákat például a mexikóiak ide küldik, hogy itt porozgassák a magyarok, mert hogy nagyon kézzel kell csinálni, így és van, ugye a mexikóiak azok túl lazák ehhez, tehát ők ezt nem tudják megcsinálni. Nagyon pontos, így van, ő is ahogy dolgozik, tehát ahogy a kis ültetvényét kezeli, tehát ez nem kis munka, így van. Hát mi lesz a következő kóstoló, Torka, mit terveztek? Egyébként most még ebben a hónapban lesz egy, az nem igazán, az is kóstoló lesz, de ott gyakorlatilag egy ilyen nyersételvacsival készülünk, ez egy ilyen különleges, vannak ilyen nyersételdiétás emberek, és szerencsére összebarátkoztunk egy kedves párral, akik ezt elég magas szinten művelik, és ebből szeretnénk egy ilyen rendezvényt, úgyhogy ez most pont a héten ezeket tárgyaltuk, úgyhogy hamarosan lesz belőle esemény. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és erről sok mindenről, meg a fűszerekről, meg erről a kis világkörüli dologról hirtelen eszembe jutott a következő témánk, főse Kepes András, aki egyébként szerintem nagyon jó volt többek között abban is, hogy akár egy vacsora közben is szédületes beszélgetéseket folytatott a partnerekkel, úgyhogy a következő percekben róla lesz szó.
hiszen ő egy író, újságíró, televíziós műsorkészítő és egyetemi tanár, egy személyben Kepes András, aki csütörtökön Nyíregyházára látogatott. Mivé lett a világ című előadásában tavaly megjelent Világkép című könyvét is bemutatta, amely egyébként 2016-ban a legkeresettebb hazai könyv volt, erről láthatnak most egy összefoglalót. Én azt gondolom, hogy a könyv sikerült, könyvnek sikerült beletalálni valami olyan kérdésbe, ami az embereket foglalkoztatja, hogy nagy változás előtt áll a világ. És lehet, hogy még úgy sikerült megírni ezt, most itt próbálom szerénykedve mondani, de hát végül is nyilván ez a helyzet, hogy olyan válaszokat sikerült adnia a könyvnek, ami az embereket érdekelte. Igen, több helyen is olvastam, hogy a könyvnek az egyik célja volt, hogy kicsit nyissanak a világ felé, és nyitottabbak legyenek az emberek. Ugye most egy országjáró turnéra is elindult. Mit tapasztal, hogy mennyire sikerült ezt a célt elérni, mert a cél volt ez? Ilyen kifejezett cél nem volt, meg hát ez igazából nem is egy ilyen szándékos turné, hanem rengeteg helyre hívnak. Tehát akik olvasták a könyvet, vagy hallottak róla, vagy már régóta nem hallottak én rólam, azokat nyilván elkezdte érdekelni, hogy így személyesen milyen válaszokat tudok adni ezekre a kérdésekre. És ez direktben egyébként ez az előadás nem is a könyvről szól, hanem arról, hogy én hogy látom, hogy a világ milyen irányba harad. És talán az embereket egyébként az is megfoghatja, és ezért is nyitottabbak az emberek, mint ahogy azt általában feltételezzük, hogy nekem optimista válaszom van. Tehát annyira tele vagyunk pesszimista válaszokkal, és annyiféle képen ijeszgetik az embereket azzal, hogy mi vár ránk, hogyha valaki egyszer csak derűs arccal azt mondja, hogy azért föl lehet ezt fogni, ezt a dolgot másként is, akkor az emberek ezért hálásak. Ugye itt a VMKK-ban is azért elég sok konzultációs fórumot tartanak, ugye népvándorlással és ilyen témákkal kapcsolatban. Vannak-e valamilyen negatív visszhangok, vagy ön tapasztal-e valamilyen negatív visszhangot így ezzel kapcsolatban a könyvében? Mármint, hogy az emberekben, tehát, hogy az emberek... Hát az emberek félnek. Az emberek azért félnek. Egyébként a félelem egy része, én azt gondolom, hogy jogos. Tehát minden alkalommal, amikor kultúrák találkoznak, akkor annak azért, hogyha tömegesen találkoznak különböző kultúrák, akkor annak kiszámíthatatlan a kimenetele. Csak én azt gondolom, hogy miközben a világ mindig arról szólt, hogy népvándorlásokat követtek, tehát ha végig gondoljuk az emberiség történelmét, az emberiség történelme népvándorlások története egészen a mai napig és egészen a kezdetektől. És minden egyes alkalommal, amikor különböző kultúrák találkoztak, akkor a konfliktusokon túl megtermékenyítették egymást. És én valahogy úgy látom, hogy az a bibliai példabeszéd, tehát ami a Bábel könyvéről szól, az pontosan arról szól, tehát nem arról szól egyszerűen, hogy nem tudjuk egymást megérteni, hanem hogyha nem figyelünk egymást és nem próbáljuk egymást megérteni, akkor nem jutunk előbbre. És ha az ember végig gondolja az emberiség történelmét, akkor az derül ki belőle, hogy akkor, amikor a különböző kultúrák egymásra nyitottak voltak, és az emberek egymásra nyitottak voltak, és bizalommal voltak egymás iránt, azok voltak az emberiség történelmének a legvirágzóbb korszakai, és ha végignézzük a világot, hogy melyek azok az államok és melyek azok a társadalmak, amelyek gazdaságban, politikában, emberi kapcsolatban a legeredményesebbek, akkor mindig kiderül, hogy azok, akik nyitottak, tudtak maradni. A világ nagy részén az emberek másként születnek, másként élnek, másként halnak, másként szeretnek, másként gondolkodnak, mint mi. Valami okuk talán csak lehet erre. Barátaimat arra kértem, mutassák meg saját kultúrájukat. Norikóval Japánba, Zsárgállal Mongóliába, Javierrel Perúba, Saiddal Marokkóba, Szaharába utaztam. Gergő az ortodox zsidó, Feró az olá cigány hagyományokba vezetett be. Pajamán apó az Amazonas vidékén, Kinga pedig a Kárpátokban gyimes felsőlokon látott vendégül. És így kerültem Indiába Ranjittal. Ez itt Ázsia legnagyobb nyomor megyede, körülbelül 2,5 millió emberrel ilyen körülmények között. Akár mi is születhettünk volna Indiában. Mondjuk a bombai nyomor negyedben, mint Dipali, ez a 15 éves kislány. Ő a helyi iskola legjobb tanulója, és innen jár reggelente az iskolába. Errefelé a WC az utcán van, magyarázza bombai barátom és kísérő. És a ház előtt a földön mosnak az asszonyok, mert a lakásban nincs rá hely. Mi
Egy izgalmas és értékes élete volt önnek, ez a könyvből is visszakerül. Milyen érzés ilyenkor visszagondolni ezekre a történetekre? Van-e valamilyen kedvenc emléke vagy helye? Hát igazából rengeteg. Tehát azért, amiket könyveket írok, azok általában arról is szólnak, hogy végig gondolom, hogy melyek voltak azok a pillanatok az életemben. Nem is a kellemesség az igazán érdekes számomra, hanem ami a gondolkodásomat alapvetően megváltoztatta. Tehát ahol sikerült olyan dolgokkal találkozni, amivel korábban nem, és számomra mindig azok a leghasznosabb pillanatok, amelyek egy picit úgy az agyamat megmozgatják. Tehát az emberek többsége általában úgy gondolkodik, hogy olyan válaszokat szeret hallani, amire ő is gondolt, mert akkor saját magát az ember okosabbnak hiszi. Én meg mindig kerestem azokat a válaszokat, amire én soha nem gondoltam, mert úgy éreztem, hogy ez egy picit tovább pörgeti az agyamat. Tehát ha én az életemet végig gondolom, akkor mindig azokban a kérdésekben szeretek egy picit dagonyázni, ahol azt látom, hogy úgy tovább pörgette az agyamat, és hogy úgy éreztem, hogy megfrissültem tőle, és ezt egyébként mindenkinek csak ajánlani tudom. Lehet-e tudni most valamilyen idézőjeles kulisszatitkot, hogy éppen mi dolgozik? Hát két könyvön dolgozom párhuzamosan. Hát ugye most a Tövis Puszta című regényem is most egy ilyen átdolgozott új kiadásban megjelen. Tehát ugye ez a két irány, amiben az elmúlt időben is dolgoztam. Tehát a következő is, az egyik az egy regény, amin dolgozom, a másik az pedig a világképhez hasonlatos, kicsit ilyen szubjektív, szórakoztató, közérthető, esszészerű könyv lenne. Műsorunk végén, az útunk végén, legalábbis itt a mai műsorban egy fantasztikus kiállítást ajánlunk önöknek. Gyetván Magdolnával beszélgetünk, aki ennek az útnak a megálmodója, a főhőse, az alkotója és azoknak a gyönyörű alkotásoknak az elkészítője, amelyet a Móri Zsigmond könyvtárban láthatnak már az érdeklődők, hiszen a kiállítás megnyílt, és nagyon nagy szeretettel fogadta a közönség, hiszen gyönyörűek ezek az alkotások, hatalmas textilképekről van szó, és hát virágos jókedvedben alkothattad, legalábbis ezek az általam a közösségi oldalon látott képek ezt mutatják. Hány év terméséből szemezgettél erre a kiállításra? Ez körülbelül az elmúlt 25 évből egy válogatás, és hát nem volt mindig virágos jókedvem, tehát ez a kiállítás látogatók számára is nyilván szembetűnő az első, hogy mondjam, megjelenéskor, ugyanis ez egy olyan válogatás, ami igazából bemutatja az én életemet, és az én történetemet. És mint ahogy mindenki más, én is egy olyan utat járok végig, ami nem virágokkal van kikövezve. Én is megéltem sokféle élethelyzetet, és azt szokták tőlem kérdezni, hogy igazából mi is számomra az inspiráció. És én mindig azt szoktam mondani, hogy számomra a legnagyobb inspiráció az maga az élet. És ez a kiállítás, ez bemutatja tulajdonképpen azokat a helyzeteket, amikkel nekem szembe kellett találkoznom az utam során. A szerelem, a csalódás, az illúziók elvesztése, a veszteség, a fájdalom. Ugye vagyunk lent, és vagyunk fent. És amikor az ember megpróbál egy ilyen élethelyzetből valamilyen módon nagyon-nagyon sok erőt meríteni és kikászálódni, ez a virágos szakasz, ez már azt az élet szakaszt mutatja meg az életemből, amikor túl voltam ezeken a nehézségeken. És igazából a textil egyébként is sok mindenre alkalmas. Az anyagából adódóan ez egy időtálló anyag. Egyébként nagyon sokféle képet állítottam ki, olyat, ami megmutatja, tehát van az elveszett illúziók, amikor az életemben történt egy olyan óriási váltás, amiről én azt gondoltam, hogy ez megváltoztat mindent. És nyilván nagyon hálás vagyok a sorsnak azért, hogy ezzel a képességgel megáldott,
hogy én ezeket a dolgokat is igazából meg tudom fogalmazni, láttatni tudom egy másféle módon. Aztán, amikor az embert nagyon nagy veszteségek érik, amikor elveszíti a szüleit, vagy a hozzá legközelebb álló szeretteit, van egy olyan képem, aminek az a címe, hogy Mennyei országút. Ez igazából emléket állít az édesanyám elvesztésének. Ezt én úgy próbáltam megfogalmazni, hogy van egy nő alak, aki különböző testhelyzeteket vesz fel, és elindul az életből a fehér fény felé. Aztán van egy olyan képem, amin a gyerekemet festettem meg. És most ez a szakasz, amikor már egy nagyon-nagyon nehéz időszaknak vagyok, azt gondolom, a végén és a lezárásaként, ekkor próbáltam összegzésképpen ezt az út című képet megfesteni, több fázisban is, illetve megszőttem. Most ez, amikor az ember dolgozik, akkor nyilván ugye a műfaj egyébként is olyan, hogy ez nem egy hét alatt vagy egy hónap alatt készül. Tehát maga a folyamat az úgy zajlik, hogy megfestek egy képet, és utána megcsinálom ennek csak a kontúrját, és a kontúr alapján fonallal is megfestem, szoktuk ezt mi textilesek fogalmazni. Ez azt jelenti, hogy különféle színek, szálak összefogásával keverem ki azt az árnyalatot, amiből tulajdonképpen meg tudom jeleníteni ugyanazt a képet, amit már én pasztellel megfestettem. Nagyon érdekes szimbólum, tényleg, mint az életünk, nem? Igen. Hogy rajzolunk köré egy vázat, aztán megtöltjük valamivel, aztán színekkel, és aztán lehet, hogy egyébként a kezdeti elképzelésünk valahol ott van benne, de közben mennyi minden, mennyi munka, mennyi szín, mennyi fonálnak az össze. És mennyi idő. Egy ilyen textilnek az elkészítési ideje, tehát mondjuk egy ilyen nagyméretű textilt veszek alapul, az több mint egy év. Tehát az alatt, az idő alatt készül el egy ilyen textilkép. Ez egy, azt gondolom, hogy egy igazi meditáció, és egyben tulajdonképpen egy öngyógyító folyamat is. Hiszen akkor, amikor valahol beledolgozod, akkor valóban azokat az érzéseket is beledolgozod, és pont attól, hogy ez egy hosszú folyamat, tehát nem egy 2 perces fotó, azt gondolom, hogy ez tényleg beleteremtődik. Igen. Ezért talán nagyon nehéz lehet ezektől megválni, hogyha adott esetben meg kell, vagy ez hogy működik? Én azt gondolom, hogy nehéz, hát minden munkám az olyan, mintha a saját gyerekem lenne. Tehát annyira hozzám nő egy idő után. A másik dolog, hogy túl azon, hogy én különböző szálakat, színeket szövök bele. Van például most egy olyan csendélet, ami úgy gondoltam, hogy a hozzám legközelebb álló személynek, az édesanyámnak, adódóan abból, hogy a textil egy tulajdonképpen egy időtlen, hogy mondjam, alkotás, a gyapjú is, tehát ennek ugye tudjuk, hogy ha elmegy az ember a Vatikánba, a Vatikáni Múzeumban több száz éves textileket, kárpitokat találunk, tehát ez nagyon-nagyon sokáig megmarad. És úgy gondoltam, hogy a gyapjú mellett, én ugye dolgozom aranyszállal, selyemszállal, van egy olyan hernyósejem kendő, ami királykék, és olyan színe van, mint a Ne felejtsnek. És én ezt a kendőt vékony csíkokra vágtam, és hogy megmaradjon, mondjuk szoktam mondani, hogy az idők végezetéig, ezért beleszövöm abba a képbe, amit most fogok elkezdeni, aminek még gyakorlatilag csak a festett változata van meg. Tehát mondjuk ilyen módon is meg lehet, tehát őrizheted annak az emlékét, aki mondjuk közel állt hozzám. Még egy dolog jutott eszembe, hogy a beszélgetésünk elején mondtad, hogy fenn és len. Van-e különbség az alkotás között és a megszületett mű között annak függvényében, hogy milyen lelki állapotban készül? Számomra nincs. A munka az mindig azt jelenti, hogy ez egy egészen másfajta állapot. Tehát attól függetlenül, hogy én mondjuk egy évig dolgozom valamin,
van úgy, hogy én egész éjszaka nem alszom. Tehát keresem a színeket, keresem a formákat, hogy mi az, amivel én leginkább ki tudom fejezni azt, amit én gondolok. Egyébként érdekes dolog, hogy meg szokták tőlem kérdezni, illetve volt egy mesterem, aki mindig azt mondta, hogy soha nem szabad egy műben, egy műalkotásban azt keresni, hogy éppen mit gondolt, mit érzett a készítője, hanem hagyni kell, hogy hasson arra az emberre, aki nézi. És igazából a legcsodálatosabb a dologban az, amikor egy-egy ilyen kiállítás alkalmával, ugye mi akkor tárulkozunk ki, tehát kitesszük a lelkünket azok elé, az emberek elé, akiket vagy ismerünk nagyon régen, vagy soha nem találkoztunk, és amikor én nagyon szeretem a vendégkönyvet később olvasni, és amikor találkozik az az életérzés, amiben én akkor készítettem ezt a munkámat, azzal a látogatóval, tehát azzal a benyomással, amit, vagy azzal a hatással, amit kiváltott a kiállítás látogatóból, én azt gondolom, hogy akkor történik meg igazán a csoda. Az a katarzis, hazatalál az alkotásod. Igen. Én is úgy gondolom, hogy lehet egy verset elemezni, hogy mit gondolt a költő, de igazándiból egy picit talán a mű élvezetben legyünk individualisták, hogy mi az, amit én ebből kapok, ami az én életemet ettől tanítja, vagy tovább viszi, és én azt hiszem, hogy a te utad nagyon sok embernek jelenthet hitet, inspirációt, és nagyon-nagyon szép esztétikai élményeket, de azt gondolom, hogy az csak a felszín, ami mögötte van, ahhoz egy kicsit le kell csendesedni. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és szívből kívánom, hogy gyönyörű alkotások, és nagyon szép utad legyen az életedben még. Én nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Kedves nézők, én meg azt javaslom önöknek, és azt tanácsolom, hogy töltsék meg a hétvégét ilyen szép tartalommal, szép érzésekkel, legyenek együtt a családjukkal, és legyenek velünk is itt a Kölcsei Televízióval. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!